Ezt mondta a kultúráért felelős államtitkár Pécsett a magyarok második kulturális világtalálkozóján. Hoppál Péter kiemelte, hogy a 2011-es új alkotmány alapértékként jelöli meg az összmagyarság kulturális identitásának megőrzését. Ezt a célt szolgálja az április 1-én létrehozott PTE Diaszpóra projekt hálózat is. A világtalálkozón írták alá a hálózat alapító kartáját, amelynek több célja van. A magyar identitású hallgatók oktatása, tehetséggondozása, az oktatói utánpótlás, akkreditációs erő biztosítása, a határon túli magyar felsőoktatás intézmények számára, a magyar, mint idegen nyelv megőrzése, levéltári hagyatékoknak a feltárása és gondozása lenne a fő feladat. Ezt a feladatot vállalja magára a Pécsi Tudományegyetem. Idén ünnepli alapításának 650 éves jubileumát az intézmény. Ennek keretében rendezték meg a világtalálkozót a Határokon túli Magyarságért Alapítvánnyal közösen. Egy ilyen együttlét erőt ad ahhoz, hogy a nemzeti identitás keretén belül az egyéni magyar identitásunk, a nyelvünk, annak a fontossága, a kultúránk, annak a biztonsága, az hozzájárulhasson ahhoz, hogy biztonságosabban tekintsünk a jövőben, saját magunkra, a gyerekeinkre és az eleinkre is. A világtalálkozóra 16 országból közel 120 küldött érkezett. A szervezők azt remélik, hogy legalább 70 határon túli, illetve diaszpóra szervezet csatlakozik a szombaton alakult hálózathoz. Ősszel velük már programokat szeretnének megvalósítani, melyeket várhatóan támogat majd a szakminisztérium.